És ahogy már említettem, hogy ugye január elején újra kitört az Etna, és hát ezen nincs mit csodálkozni, mert hogy Európa legaktívabb tűzhányójáról van szó. Karácsony Dávid vulkanológus a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát tavaly januárban, tehát pont egy évvel ezelőtt elkezdődött tulajdonképpen egy elég intenzív folyamat, lehet azt mondani. Önök szakemberek azt látják előre, nem az, hogy ki fog törni, hanem tulajdonképpen ez egy viszonylag rövid időket követő sorozat lehet? Igen, bizonyos időközönként, ami azért elég kicsi, hiszen most 19 kitörés volt az említett, jól informált kitörés óta, 19 hasonló jellegű kitörés volt, ami nem mondanám, hogy nagyon intenzív, az Etna nagy föld történetében ezek aprócska kis színes események, de turistáknak kiválóak, híreknek kiválóak, látványosak, tehát ugye képeken is láthatóak, hogy mennyire. Különösen akkor, hogyha az Etna így köszönti az új évet, mint most tette, amikor is egy fantasztikus hósapka, ugye hó fedi az Etnát még ilyenkor, és ezt világítja meg, mégpedig hajnal hasadtakor ez a jelenség. Ha már említette a havat, gondolom, hogy ez egy egészen másik szituáció, amikor ez a forró dolog azzal a hóval érintkezik, ez valamiféle reakciót ilyenkor ki tud váltani. Igen, rendkívül érdekes, főleg látványos reakciót, hogy ez a víz-magma kölcsönhatáshoz hasonlatos, na nem olyan mértékben, mint az híres izlandi kitörések, amikről ugye volt szerencsénk beszélgetni már, hanem ekkor az történik, hiszen kevés anyag hull a hóra, hogy az mint egy megolvad, és gőzként fölcsap. Nagyon látványos, közeli képeket sikerült az ott forgató kutatócsoportnak megörökítenie. Részben a mostani képsorokon is ezt látjuk, tehát előtérben a gőz gyakorlatilag fölcsap ebből a hóból. Egyébként egy kis színes egyveleg volt, kis csokor ez a kitörés, hiszen stromboli típusú tűzijáték, lávaszökőkút egyaránt volt, és kis lávafolyásra is sor került. Azóta megint visszaszúnyadt álmába az Etna. De azt is kommunikálták, hogy új kráterből is indult kitörés. Ez nem gyakori, vagy gyakori? Nem így van, hanem a négy kráter egyike, a délkeleti kráter volt most is aktív, ebből csapott fel a kis kitörés, illetve egy ettől délre lévő hasadék volt még aktív, ez is működésbe lépett. Egyébként fordul azért utoljára 8-9 évvel ezelőtt, hogy kis salakkúpok épülnek fel, kis kráterrel, ezek ilyen mellék parazita kürtőként foghatók föl, most ez nem így volt, tehát a csúcsi régióból volt ez a kitörés. De miért van az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy ez az egyik legaktívabb tűzhányó, ez alapján gondolom, hogy viszonylag jól dokumentálható is mindez, valahogy mégsem tudják a mechanizmusát még biztosan megérteni. Nézzel, nem feltétlenül értek ezzel egyet, itt ugye arról van szó, hogy van egy nagyobb magmás testi... De többféle elmélet létezik, ez erre utaltam. Igen, illetve azt mondanám, inkább pontosítok, hogy nagyon vegyes a működése az Etnának. Az előtérbe került éppen az elmúlt évtizedeknek a kutatásai nyomán és megfigyelései nyomán, hogy sokkal robbanásosabb természetű az Etna, mint korábban gondolták, és feltártak aztán a kutatók nagyon nagyszabású kitöréseknek a nyomait is. Például Krisztus előtt 122-ben egy nagyon nagy robbanás volt, aztán sok ezer évvel ezelőtt is. Ezek a nagy kitörések az Etna típusú vulkánokra nem voltak korábban ismertek, hogy ezek jellemzők lennének. Így tehát mondhatni, joggal lehet tartani, no nem a holnapi napon, hanem mondjuk az emberi történelemben, hogy egy nagyon komoly kitörés is lehet, nem csak a lávafolyások, amelyek viszont történelmi tények, hogy a délre települő lakosokat és városokat fenyegették, és el is öntötték olykor. De az, hogy például ez Etna ilyen gyakorta kitör, most lehet, hogy laikus a kérdés, az tulajdonképpen tektonikai jelenségek irányítják leginkább, vagy mik lehetnek azok az sorozatok, ami miatt ilyen gyakran kitör? Nem elsősorban, pontosabban fogalmazok, van egy állandó oka annak, hogy az Etna működik, hiszen a magmás folyamat az a felszín közelben van. Az, hogy ez ténylegesen mely napon fog kitörni, azt viszont jól mondja, hogy az adott tektonikai helyzet szabja meg, hiszen itt aktív törésvonalak húzódnak, ezeknek a felújulása pillanatnyi állapota dönti el, hogy pont melyik napon fog ez a felszín közeli magmás test aktivizálódni. De ezt fogja megszabni, hogy ténylegesen melyik nap kerül sor a kitörésre. Még egy fontos dolgot megkérdeznék, hogy azért az utóbbi, hát mondhatnám inkább így, hogy pár száz évben mondjuk a kitöréseknek a jellege az jelentősen változott, itt nem csak az Etnára értem, ez mitől van? Az Etnán, ahogy mondom, egy kicsit felerősödött, de volt, mondom, sokkal nagyobb kitörésnek is nyoma. Világszerte természetesen ilyen tendencia nem mondható el, meghatározott szabályszerűségek vannak, ahogyan a vulkánok működnek, tehát sem Izlandon mondjuk, ha esetleg erre gondolt, sem pedig az Etnán nagy meglepetések nincsenek. Az Etna egyébként komoly veszélyt nem mondanám, hogy jelent, a Vezúv az sokkal inkább jelenthet egy ilyen veszélyt Olaszország lakosságára. Köszönöm szépen, hogy itt volt is.